Emlékezetes ez a légi felvétel az idei szüreti napokról, tán soha nem voltak még ennyien koncerten Szekszárdon. 9 szabadtéri nagyrendezvényt bonyolított 2018-ban a Babits Mihály Kulturális Központ. A szabadtéri nagyrendezvényeken is bizonyítottuk azt, hogy fiatalos lendülettel, nagyon hatékonyan, magas színvonalon tudjuk lebonyolítani a rendezvényeinket, és azt gondolom, hogy ebben óriási szerepe van a helyi vállalkozói rétegnek, akikre hál' Istennek támaszkodhatunk. Nekik mondtak köszönetet a Művészetek Házában a támogatásukért, csak a Művelődési Házban idén több mint 4300 rendezvényt bonyolítottak le, ebből 2300 saját szervezésű esemény volt. Ács Rezső polgármester szerint még mindig van hova fejlődni, tél és tavasz elejére újabb rendezvényeket szerveznek majd a jövőben. Időben is, térben is én azt gondolom, hogy ezek a rendezvények, ezeknek a rendezvényeknek a száma még jelentős mértékben fejlődni és bővülni fog. Azon dolgozunk, és az az én elképzelésem, hogy Szekszárd olyan város legyen, ahol minden hétvégén történik valami, és akkor el tudja mindenki dönteni, hogy azon a programon részt kívánne venni, vagy inkább otthon szeretne maradni, de ez minden esetben az ő döntése kell, hogy legyen.